Kránisz Balázs összeállítását hallották Zágoni Miklós fizikus a vendég itt a Kossuth Rádióban, és hogyha azzal kezdjük, hogy most azért nagyjából egy ilyen kéthetes hideg hullámon vagyunk, túl masszív hideg hullámon, amikor nem voltak ritkák a mínusz 25 fokos éjszakák sem, akkor ez például extrémnek számít? Hát nyilván a mi életünkben igen, de a szó más jelent a hétköznapi életben a városi civilizáció számára, és más jelent a kutatónak, akár a fizikusnak, akár a meteorológusnak. Nyilván 50 vagy 100 vagy 150 évvel ezelőtt is fordultak elő hasonló időjárási körülmények. Talán kevesebben detektálták, mindenképpen kevesebben voltunk, tehát kevesebbeket érintett. De hát ugye tudjuk, hogy klasszikus példa, hogy Mátyás királyt a rákos mezőn befagyott Duna. Dunán keltek át a, a harci szekerek, tehát ma azért nagyon meglepődnénk, hogyha olyan kemény fajd lenne, hogy a Duna úgy beáll, hogy, hogy teherautók mehetnek át rajta. Tehát ezek azért rendszeresen előforduló jelenségek. A kérdés mindig az, hogy van-e ezekben a jelenségekben tendencia. És a tendenciát azért 10-15 vagy akár 25 év alatt nem lehet kimutatni. 100-150 év azért már elegendő arra, hogy kimutassunk tendenciákat. És úgy tűnik, hogy a 20. század során, vagy az elmúlt 150 évben legalábbis vannak tendenciák. Tehát bizonyos fajta melegedési tendencia van, és bizonyos fajta ha, ha, az adatoknak hihetünk, bizonyos fajta szélsőségesedési tendenciát is meg lehet figyelni. Inkább ugye ezt a szélsőségesedési tendenciát vagyunk képesek talán gyorsabban felfogni, vagy hogy mondjam, az összefüggéseket meglátni, mert hogyha most a melegedésről beszélünk, akkor ugye ez ezért nehezen értelmezhető, hogy miközben a globális felmelegedés, mint elmélet tartja magát, bár mellett azért már vannak mások is, és erről is beszélgetünk. Szóval ezzel most nehéz összefüggésbe hozni azt, hogy bár nálunk van négy évszak, és a tél az ilyen, de azért a mínusz 25 fok. Hát legalábbis, ha egy veszélyesen nagy globális felmelegedés folyamatában lennénk, vagy egy gyors melegedés folyamatában, akkor abból ez minden esetre erősen kilóg. Tehát legalábbis természetesen egy eset nem cáfol semmit, de azért azt mondhatom, hogy nem illeszkedik bele azért abba a képbe, amit egy hirtelen és veszedelmesen melegedő világról úgy alkotnánk. Tehát minthogyha, és itt talán rátérhettek az, elmúlt egy évben folytatott kutatások eredményeire, mint hogyha valamiféle visszaszabályozás vagy önszabályozás is működne a földrendszerében, és nem csak egy, nem csak azok a bizonyos elfutó folyamatok léteznének, amelyeket az üvegházhatású gázok kibocsátásától a nagy közönség és általában mostanáig a tudomány várt, hanem minthogyha léteznének e, visszafogó, visszaható, önfékező folyamatok is, vagy pedig kontroll jellegű, energetikai kontroll jellegű erők, amelyek ezt az egészet szabályoz. Pontosítsuk akkor ezt egy kicsit, tehát ha jól értem, akkor egyszer van az üvegházhatás, a globális felmelegedés, ami, hogyha leegyszerűsíthetem ennyire, akkor az ember felelőssége, miközben a Föld önálló folyamatokkal, természeti folyamatokkal tulajdonképpen ezt az egész tendenciát igyekszik valahogyan helyre billenteni saját erőből. E... Nagyjából így van, de hadd pontosítsam. A, az, az elmúlt egy évben akadémia megbízásából egy kutatási projektet tudtam végigcsinálni, amelynek eredményeképpen ö, olyan egy elméleteket és olyan adatokat tudtam megvizsgálni, amelyek, ö, amelyek azt mutatják, hogy erősebb szabályozás működik az üvegházhatásban, mint ahogy azt valaha is gondoltuk. Magyarán szólva, amit ugye általában úgy gondolják a, a, a mai felfogás az, hogy minél több széndiokszidot bocsátunk a levegőbe, annál, annál nagyobb lesz az üvegházhatás, annál melegebb lesz. Én ennek a kutatásnak és ezeknek az adatgyűjtéseknek a folyamataként én elég határozottan merem állítani, és ezt írtam le a közel 100 oldalas kutatási jelentésemben is, amely elérhető az interneten és hát jelenleg széleskörű akadémiai egyeztetés alatt áll. Tehát azt írtam le, hogy azok az eredmények, amelyek hát egy, egy homfitásunk, egy Amerikában dolgozó honfitársunkhoz, Miskolci Ferenc a légkörfizikushoz köthetők, ezekkel az eredményekkel szemben én nem találtam kikezdhető ellenadatot, vagy ellen e, eredményt, és ez pedig azt állítja, hogy ez az üvegházhatás növekedés, ez nem létezik. Ez egy elég kemény állítás, de az állítás ez, hogy az üvegházhatás egy globális energetikai kontroll alatt áll, amelybe ugyan a széndiokszidot belebocsáthatjuk, de nem a széndiokszida vezérlő tényező, hanem, hanem egy teljes általános, mondhatni, tehát még globális szót használom, fizikai korlátok működnek a rendszeren. Mondhatok egy példát ezzel kapcsolatban? Igen, hogy, mert megmondom őszintén, hogy nekem még nem teljesen világos, mert itt, hogyha azt mondjuk, hogy nincs üvegházhatás, a globális felmelegedés van, de valami más okozza, akkor itt azért elég sok kutatás, elég sok pénz, nagyon sok minden, hát hogy is mondjam, egyrészt idézőjelbe kerül, másrészt pedig megkérdejelőző, Ez megkérdejelőződik. Ez, Ez így van. E, globális felmelegedés valószínűleg van. Tehát valamiféle melegedési folyamat zajlik, vagy legalábbis lezajlott. Hogy ennek mi az oka, azt nagyon fontos lenne pontosan tudni, az én kutatásom az én elmúlt egy évem nem erre irányult, de természetesen látó látókörömbe bekerültek bizonyos tényezők, amelyek a szakirodalomban elérhetők, például a globális felhőzet kiterjedése úgy tűnik, hogy csökkent az elmúlt száz év során. Tehát egyszerűen több napsütés jutott le a felszínre. Ez ö, lehet egyike a, 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 a melegedés magyarázatának. Az igazi kérdés az, hogy a felhőzet csökkenés az összefügg a széndiokszid kibocsátásainkkal. Na most visszatérnék az üvegházhatásra. E, miről is beszélünk? Tehát, ha kinézek itt a stúdió stúdióablakám, akkor az ablaküvegnek van egy bizonyos fényáteresztő képessége. Főleg ennek már most egy ilyen tejüveg, tehát sokat nem látunk e, a e, világból, de a, látjuk, hogy beszűrődik a napfény. A, a, a látható tartományban van egy, van egy fényáteresztő képessége. Ugyanígy van a nem látható, tehát az infravörös hősugarak kap szempontjából is van egy, egy áteresztő képessége. Na most, amikor mi üvegházhatásról beszélünk, az a légkör hosszú hullámú áteresztő képessége. Tehát a hosszú hullámú sugárzások mért, visszatartott mértéke az, ami az üvegházhatás fizikai definíciója. <kül> tehát amikor arról beszélünk, hogy a légköri üvegházhatású gázok jelenléte miatt a földfelszín melegebb, mint a jelenlétük nélkül lenne, akkor erről a jelenségről beszélünk, nevezetesen, hogy a légkör bizonyos gázai fékezik, megszűrik, elnyelik és újra kibocsátják a hosszú sugárakat, és ezáltal ez itt tartott visszaérkező sugárzás a felszínen valamivel melegebb hőmérsékletet hoz létre, mint a nélkül lenne. Tehát ez a folyamat, ez a jelenség természetesen van. Ennek egy szabályozatlan változata a jelenleg uralkodó elmélet. Nevezetesen, hogyha több széndiokszidot bocsátunk ki, akkor több lesz a, 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 a visszatartott hő, és ezáltal melegszik a felszín. Azonban, e, ha arra gondol, hogy mondjuk a, 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 az üveg hőáteresztő képességét az üveg szerkezete is meghatározza, akkor ugyanezt a légkörre lefordítva, azt mondhatom, hogy a légkör szerkezete az képes az energetikai folyamatok révén átalakulni. Sőt, nem csak, hogy képes, hanem köteles is. Tehát, amit a Miskolciferi kutatásai ez ebben ezen a téren hoztak, az az, hogy megvizsgálta elemről elemre azokat a sugárzási mennyiségeket, amelyek ezt az egész folyamatot szabályozzák, és észrevette, hogy ezek egy bizonyos energetikai szélső értéken működnek, és ez a szélső egy nagyon erős fizikai elv, az energiamegmaradás elve által meghatározott. És ez nem léphető túl. De hogyha most jól értem, és azért kérdezek csak vissza, hogy teljesen tiszta legyen. Tulajdonképpen most az a két elmélet, vagy két gondolkodás küzd egymással, hogy az ember tehete arról, és most a jelen kutatásokról beszélünk, tehát az ember tehete arról, hogy ott tart a föld klimája, ahol és visszafordítható folyamat lenne ez az ember által, vagy pedig teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, mert van egy folyamat, aminek leginkább a földnek, a földhöz van köze, és a, ahhoz a természeti jelenséghez, amit a föld saját magából, saját magától adodan diktál. És ebben de mi úgyse szólhatunk bele. A kettő között van az igazság. Tehát én... De egyébként <coughs> most az egyen kialakulóban lévő új elmélet a klímakutatásban, amivel kapcsolatosan egyébként, hogy az előbb is szóba hoztuk, nyilvánvalóan vannak olyanok, akik az előző elmélethez ragaszkodnak. A jelenlegi helyzet az, hogy pillanatilag az előző elmélet az uralkodó paradigma, ahogy mondani szokás, tehát az általánosan elfogadott elmélet. Én azonban ezzel az új energetikai észrevételekkel szemben ez alatt az egyéves munka alatt nem találtam egyetlen ellenadatot vagy ellenérvet sem, amelyet érvényesnek lehetne tekinteni. Igen, de ez például befolyásolhatja a jövőben azt, hogy a gyárakra mi lesz kötelező, vagy a, 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 a széndiokszid kibocsátással kapcsolatosan milyen szabályok lépnek vagy léphetnek életbe? odáig nem mennék el, mert én azt gondolom, hogy a széndiokszidnak, a kibocsátásainak megvan a maga hatása a klímarendszerre nevezetesen, valamiféle átalakulást csinál. De ez nem az előbb emlegetett üvegház hőmérséklet emelése, hanem a szerkezet átalakítása, kismértékű, de átalakítása. Tehát ahhoz, hogy a széndiokszid üvegház hatása az egész rendszerben összességében konstans maradjon, ahhoz más tényezőknek, nevezetesen a vízpárának, amelyek a másik legnagyobb üvegházhatású gáz, Valamilyen módon szerkezetileg át kell alakulnia. Kényszerűen, hiszen a légkörben nincs több energia a bejövő napsugárzás által. Zárójel, a Náza is említette, hogy nem a napsugárzás változásai okozzák a hőmérséklet emelkedését. Zárójel bezárva. Tehát úgy tűnik, hogy a napsugárzás mennyisége nem növekedett meg. Most a bejövő napsugárzás mennyiségének elosztásában. A széndiokszid és a vízpára plusz néhány egyéb üvegházhatású gáz együttesen vesz részt. És ez az együttes rendszer tart fönt egy egyensúlyt. Abban az esetben, hogyha a széndiokszid mennyiségét megnövelem, akkor a vízgőz szerkezeti és mennyiségi és területi eloszlások változása által és a hőmérsékleti rendszer megváltozása által bizonyos regionális változásokat létrehoz létre kell, hogy hozzon. Tehát abban az értelemben, ha úgy tetszik, akkor akár mondhatnám azt is, ha most nem ragaszkodom a tudományossághoz, hanem kicsit népszerűen próbálok fogalmazni. Akkor azt is mondhatnám, hogy azok a fajta szélsőségesebb jelenségek, amelyeket látunk, azok nem csak a klasszikus elméletnek, a globális felmelegedés általi okozottsága révén történhetnek, hanem tökéletesen történhetnek a miskolci féle koncepció szerint is, amelyben az üvegházhatás általános egyensúlyi kényszere a szerkezeti változások révén, a vízpára eloszlásának és területi dinamikájának a változása révén hoz létre regionális klímaváltozásokat. Sor kerülhet bármiféle paradigmaváltásra a klimakutatásban. <hállt> és ez mit, én... mitől függ? Mert amit most ön elmond, nyilvánvalóan itt több éves, lassan évtizedes kutatásokról van szó, ugye Miskolci Péter kutatása, Ferec. és az, amit a Miskolci Ferenc kutatása, és bocsánat, azért elég rég időkre nyúlnak vissza. Ön a követője, a tengeren túlon például mennyien csatlakoztak önökhöz, és kiktől függ? Tehát van egy csoport, kutató, akik rábolinthatnak, rábolintanak erre a jövőben, és akkor történik egy paradigmaváltás? Az igazi vagy... paradigmaváltás akkor történik, hogyha az eddigi cikkek mellett további hangsúlyos cikkek is meg fognak jelenni ebben a tárgykörben. Miskolci Ferinek eddig három kiváló cikke jelent meg. Szükséges, hogy további cikkek jelenjenek meg, hiszen a tudományos vita akkor tud megindulni, hogyha ezek megjelentek, de addig is szeretnék kérni minden érdeklődőt, hogy töltse le az internetről a Geodézia és Geofizikai Kutatóintézet honlapjára, az a ggki.hu, ezt a kb. száz oldalas beszámolót, és mindenki, aki szakértő, kérdezzen, gondolkodjon, és ha, le, ha van ellenérve, hozza fel, ha van ellenadata, hozza fel, hogy ez a vita zajlik az Akadémia különböző szakbizottságaiban is. De tessék kérdezni és ezen gondolkodni, és hogyha ez az egyeztetési folyamat lezajlott, és minden érvet és ellenérvet össze tudtunk gyűjteni, akkor lehet ennek egy, egy, angol nyelvű szakpublikációját megcsinálni. És igazából a tudományos megítélés az ott történik, hiszen értelemszerűen az új gondolatokat, vagy az új eredményeket nem rádióműsorokban, hanem szakfolyóratokban kell közölni. De ahhoz, hogy a, ahhoz, hogy az, a szakértők is egyáltalán kapcsolódni tudjanak, ahhoz erről a gondolatról legalábbis érdemes beszélgetni, nyilvánosan is. Én azt gondolom, hogy a klímatéma van olyan súlyos, és a civilizáció szempontjából van olyan fontos, hogy pontos válaszokat és ne feltételezéseket vagy téves válaszokat adjunk. Én ma azt gondolom, meggyőződéssel, hogy az üvegházhatás növekedésének elmélete téves, hogy a Miskolci féle eredmény, amely a széndiokszid üvegházhatásának kiegyensúlyozottságára vonatkozik, az érvényes, tehát azt gondolom, hogy az üvegházhatásunk globális energetikai kényszerek alatt áll, viszont a széndiokszid kibocsátások egyéb jellegű klímaváltozásokat regionális és akár globális változásokat okozhatnak, amelyek miatt nagyon is oda kell erre a kérdésre figyelni. Vannak vitái vagy véremenő vitái azzal kapcsolatosan, amit ön gondol? Hogy az ne volnának. De ez azt jelenti, hogy ha ön ezt valahol mondjuk publikálja, nyilván nem mondjuk egy rögtön egy tudományos folyóiratra gondolok, de bárhol az interneten valakivel vitába keveredik, akkor ennek hol a vége? É, ott a vége, hogy rengeteg olyasmibe kötnek vele, minden egyes apró részletben bele lehet kötni. És én ebben a jelentésben számos kritikai elemet is felhoztam azzal kapcsolatban, ahogy maga Miskolci Feri értelmezte, vagy, vagy a szóhasználata, a bizonyos levezetései, amelyeket használ, amelyekre úgy gondoltam, hogy ez valóban támadható. Én ezeket megpróbáltam nyíltá tenni, hogy, hogy túllépjünk rajta. De a végeredmény az azt gondolom, hogy egyáltalán valaki képes volt egy koherens ellenképpel előállni, ez önmagában akkora élmény, és akkora fizikai gondolat és tartalom, ami miatt ezt Halálosan komolyan kell venni. Klímaváltozás problematikáját, vagy a klímaváltozás problématikáját, vagy az igazán a pontot ennek az egésznek a végére nem most fogjuk tenni, de visszavárjuk, és esetleg egy vitára is. Hogyha Nagyon köszönöm a lehetőséget. Ütköztetik a véleményüket, az tényleg érdekes lehet klimakutatás köszönöm szempontjából. Szépen. Köszönöm, hogy itt volt nálunk, Zágoni Miklós fizikust hallották, nem sokára pedig friss hírek. Itt a Kossuth Rádióban 063966. Ez a telefonszámunk illetve ez az SMS számunk a telefonszám 061 873, és röviden hadd mondjam el, hogy mivel foglalkozunk a következő egy út.